Már csak pár pillanat és kezdődik a heti tévé reggeli ébresztő műsora, a Pirkadat. Ön a Pirkadatot, Magyarország legújabb reggeli műsorát látja. Élőben a stúdióból jelentkezik Brajer Péter. A Pirkadat mai vendége... Galambos Zoltán, a Körút Színház igazgatója. Szép jó reggelt kívánok! Jó tisztázok, reggelt. Mi is az a Körút Színház? Hát Körúti Színház, nagyon sokszor mondják Körútnak, Körúti Színház. Úgy lettünk mi Körúti Színház, hogy én egyszer csak azt gondoltam 16 éve, hogy csinálok egy darabot. És ez lett a Mezitláva Parkban, Pikali Gerda, Vándor Éva, Pikali Gerda, Pécsi Ildikó, Koncz Gábor és Kautsky Armand főszereplésével, és ezt elkezdtük játszani, és elindultunk vele országszerte. És amikor már a harmadik darabunk lett, akkor elkezdték firtatni, hogy nektek nincs nevetek? És mondtam, hogy nincs. Akkor ez ilyen hakni? Hát mondom, gyerek, ha ezen múlik, akkor legyen nevünk. És akkor így lettünk mi Körúti Színház, mert amikor én gyerek voltam, akkor két nagy színház volt. Budapesten, vagy az országban, amire mindenki odafigyelt, a Víg és a Madács, és ez a köznyelv úgy hívta, hogy a két Körúti Színház. Emiatt lett volt egy harmadik színház is, akinek a nyomdokaival évet, amit úgy hívtak, hogy Dériné Színház. Igen, ez volt nekünk Pesten helyünk, úgy kezdtük, és aztán elkezdtünk járogatni vidékre, meg Budapestnek is a szélsőbb részeire, és én ezt nagyon megszerettem. Tehát mi nem azért járunk ilyen 5-25 ezer lakosú településekre, mert nem tudnánk Pesten játszani, hanem mert egy olyan fajta régi típusú szeretetet kapunk ott, és egy olyan kapcsolatba tudunk kerülni a közönséggel, ami, hát én nagyon szeretem. Mennyit játszanak Budapesten, és ha Budapesten, akkor hol? Hát Budapesten vannak ezek a szélső kerületi művelődési házak, amiket szintén nagyon imádok, a Kispesti Munkás Otthon, az Újpestit azt most lebontották, van a Erzsébetligeti Színház, a Chili. Szóval magyarul befogadó színházaknál kopogtatnak be. Így van, hát nem is kell nagyon kopogtatni, most már inkább hozzánk kopogtatnak jó néhány éve, de hát azért egy épületet fenntartani, ez egy olyan szintű macera. Hogy az nem baj, ha az ember megúszza, és csak az eladásokkal kell. Áruljunk el a nézőknek, hogy látogatásának oka az, hogy egy szép napon bekopogtatott, és azt mondta, hogy Péter, mi tudunk adni valamit, amit biztos imádna a közönség. Önálló tévésorozatot indítottak, aminek az a címe, hogy Így nem játszunk mi. Hamarosan majd önök is láthatják, miről szól ez a sorozat, és hogy jött az ötlet. Hát ez úgy jött, hogy amikor elindult ez a korona dolog, akkor én is egy két hétig úgy ültem, néztem magam elé, hogy most mi lesz. És akkor azt gondoltam, hogy egy normális színház, egy felelős színházvezető nem hagyhatja magára a közönséget a bajban. És hogy kéne csinálni valamit. És akkor elindult rengeteg ilyen színházas anyag az interneten, amiket hát nem akarom megbántani a kollégákat, borzalmasak voltak. Tehát mindenki szavalt, valami szomorút, egy sarokban ülve, vagy mosógépen, vagy Disney-dalt énekelt, amit miért énekel Disney-dalt, hiszen fenn van a YouTube-on. És akkor addig, amíg gondoltam, hogy csináljunk egy ilyen magazin műsort. Így amiben... a Száncilike éppen kenyeret sütött, ami szenzációs. Hogy csináljunk egy olyan magazin műsort, ami kedves, vidám, pici rövid anyagokból, ilyen kis szeretett bombák, és hogy a társulat krémje, vagy szinte minden tagja meg tudja magát benne mutatni. Hány részes is ez? Hát ezt nem tudjuk. Most a hatodik adás lesz, kezdjük el gyártani. Eleinte hetente csináltuk, akkor rájöttem, hogy azért a sok. Hogy azt én nem bírom összerakni. Hát egy színházigazgató nem biztos, hogy jó producernek is, mert az egy nehéz munka. Hát itt ugye fizetést nem nagyon tudok ezért a műsorra adni, mert hogy nekünk minden bevételünk megszűnt, és fogalmam sincs, hogy mikor lesz bevételünk. Úgyhogy hát ezek ilyen kedves, kuncsorgós anyagok, de nem is nagyon kellett kuncsorogni, mert arra is jó volt az a műsor, hogy a kreativitás és a tetvágy, és hogy történjen valami. És úgy élünk meg minden egyes műsort, amikor felkerül a világhálóra, hogy mint egy premier. Tehát akkor mindenki igen, néz de természetesen nézzék, mert arra buzdítom, hogy nézzék meg. Adni fogjuk őket, az ismétlést is megnézhetik, de az eredetit is majd a YouTube-on megtalálják. De mindegyik részben van valami korabeli felvétel is, tehát ebben mindig van valami déjà vu is, meg valami új is. Hát, ha már az ember összegründül egy ilyen műsort,
meg hát azért teljesen is a műsoridő, de leginkább azért, hogy akik nem ismertek eddig minket, azok megismerjék a mi repertoárunkat. Tehát igyekszem, nem igyekszem, minden egyes adásban teszek valami picit hosszabb anyagot, valamelyik főszereplővel készült interjúval, valamelyik futódarabunkról. Tehát volt már a Mezitláva Parkban, én is a kisöcsém, most a következőben a doktor úrról fogunk beszélgetni. Ha minden igaz, akkor augusztus 15-én, ha addig a járvány teljesen külföldre költözik, és nem akar visszatérni hozzánk, a színházak újraindulnak. Én reménykedem, hogy ezt egy picit előbb meg tudjuk kezdeni. Van szabadtéri játszási lehetőségük is? Hát most megyünk, ugye nekünk 60 előadásunk maradt el. Ami hát nagyon sok. Pótolni a költségvetésbe? Mondjuk kiadásai se voltak, de az embereket közben életbe kellett tartani. De voltak kiadásaim, hiszen van az az alapgárdánk, aki állandó fizetésért van, és ők kapják a fizetésüket. Tehát ha szélnek eresztetem őket, de soha többet ilyen gárdát, vagy évek alatt tudok összeszedni. Meg egyáltalán, tehát az, szerintem az nem egy eljárás, hogy az ember azonnal kirúgdossa a közvetlen kollégáit, mert pici vész van, felelősen kell gazdálkodni, és akkor... Most megpróbáljuk ezeket az elmaradt előadásokat szabadtéri színpadokon lejátszani. Tehát most fölhívom sorba a vidéki játszóhelyeinket, és meg kell megbeszélni, hogy hol tudunk egy színpadot felállítani, ahol szét tudjuk ültetni a nézőket másfél méter távra. Hát az fura lesz, hogy... Tehát a körúti színház kertmozikban a nyáron. Igen, fura lesz, hogy ilyen teljes kartáv szélességben ülnek, és az még furább lesz, hogyha mondjuk maszkba ülnek, és hát az ember ugye időnként lepillant, meg hallja a közönség reakciót, és hát komor maszkos arcokat fogunk látni. És ugye mi alapvetően vígjátékokat játszunk, tehát hát, és hozzá vagyunk szokva a mosolygós arcokhoz. Nevetés esetén az állarc nevethető. A teraszok kinyitottak, mégis általában közterületeken maszkot kell viselni, de amikor az ember egy jó süteményt majszol, akkor leveszi. Tehát ha nevetni kell, akkor félfülére akasztja, és úgyis megvan az a 2 méter távolság. Ezeket a sorozatokat továbbra is gyártani fogják? Én nagyon szeretném, ez nekem egy nagyon régi vágyam volt, hogy legyen nekünk egy ilyen műsorunk, ahol picit meg tudunk mutatkozni más milyen oldalról is. És most, hogy így tulajdonképpen az összes számottevő városi tévével leszerződtünk. Hát mi nem városi, mi egy országos körzeti tévé vagyunk. De, tehát, hogy világos. A debreceni, a miskolci, a szegedi, a sok-sok tévével, és hát hál' Istennek ezzel a tévével, és amit én nagyon szerettem volna, hogy mi itt jelen legyünk. Azt gondolom, hogy tudunk, hogy van egy olyan csomagunk, és nagyon szépen fejlődik a feliratkozóink száma a YouTube-on, de azt gondolom, hogy lesz egy olyan csatornánk, ahol én bizonyos információkat tudok adni. Tehát ebből a sok rosszból lehet, hogy egy plusz. Így van. Azt nem gondolom, hogy heti, de hogy havi egy vagy havi 2 adással mindenképpen én ezt szeretném továbbvinni. Mi minden esetre az év hátra lévő hónapjában fenntartunk önnek havonta köszönöm egy műsoridőt, hogy egyre többen kapjanak ízelítőt abból, hogy létezik egy körúti színház, akik nem tudták volna, és hogy a múltba beletekintsék, lássák azt, hogy élnek és dolgoznak, és ilyenkor mindig jöjjön is be hozzánk, és mondja el, mivel nyitnak, ha nyitnak. Hát most egyre 3 megállapodásunk van már, ezt én egy 4 napja jött egy olyan hír, hogy engedélyezik az esküvőket. Hát én azt gondoltam, hogy egy lagzin, ugye hajnal 1-kor már egymás nedveiben úsznak az emberek, és a kutyával táncolnak, tehát akkor, ha azt lehet, és miséket is lehet tartani, akkor egy szabadtéri színpadon, ha jól ültetjük az embereket. Lehet ugye azért az, hogy elinduljunk, mint a focistáknak is, azért 3 hét kell, és nem nekünk, hogy tréningbe kerüljünk, hanem hogy leszerveződjön az előadás, lekössük a színészeket és a helyszínt, és legyen némi ráfutása a közönségnek. Tehát ezt nem lehet, hogy holnap jövünk, gyertek, ezt 3 hétig az irat előtt hirdetnie kell a helyieknek. Tehát én azt gondolom, hogy ilyen június 10-től mi el fogunk tudni kezdeni játszani. Shirley Valentine, ami a Vándor Évinek a darabja, abból 3 már biztosan lemegy, mert 3 polgármester rábólintott, hogy igen, ez legyen náluk szabadtéren. Én remélem, hogy a precedensok alapján most már majd a többiek is azt fogják mondani, csenjen, menjen a szabadtér. Jaj, pont Kristófot látni, erre nagyon büszke vagyok. Neki minden adásban van egy 10 perces vetélkedője, ami olyasmi, mint a Legyen Ön is milliómos volt. Most éppen az nálunk a címe, hogy Nálunk nem lesz milliómos, és
Nekem nagyon hiányzott a magyar palettáról egy rendes intellektuális vetélkedő, mert nincs, hanem csak ilyen borzalmasak vannak, hogy tényleg, amikor egy labdának kell szurkolni, egy jó lukba est, hogy az ember nem hisz a személynek. Azért van egy kereskedelmi televízió, ahol érdekes kvízjáték van, akár mondjuk meg az ATV-ben, Róna Jégon vezetésével. Azt nem sikerült látnom. Hát akkor ezen mielőtt azt mondjuk, hogy nincs, de majd jó, azért van, nem csak a labda szerencsés lukbaesésével, de ez egy nagyon derék. De a Kristóf nagyon jó vetélkedőt csinál, és mindig, nekünk ugye 21 helyen van bérletünk vidéki városokban, és minden bérletes városunk művelődési házának valamelyik vezetőjével készül a vetélkedő, nem egy lebundázott, nem így, és nagyon jól áll a Kristófnak ez a vetélkedő, ez a kvízmester szerep. Ha jól láttam, a Halhatatlanok társaságában most újabb lábnyomokat helyeznek el, és az önök törzsgárdájából is vannak, akik bekerültek. Így van, ki, ugye azt szoktuk mondani, hogy három nagyon nagy öregünk van, akikre nagyon büszkék vagyunk, sajnos már csak három, mert a Hitót Laci 2 éve elhunyt, és ő egy nagyszerű színésze volt a színházunknak, de hát ugye Koncz Gábor, Koltai Robert és Esztergás Cecília, és hát ebből a Robi és a Cilia Halhatatlanok társulatának a tagja lett, amire borzasztó büszkék vagyunk, külön ki is emeltük a Facebook oldalunkon is mindenhol, mert két nagyszerű ember, és hát ugye miután magánszínházam van, és többek között azért is lett magánszínházam, hogy megvállalkozhassam, hogy kikkel dolgozom, ezért én azt szoktam mondani, hogy én nem dolgozom idiótákkal, én csak jó fejekkel dolgozom. Akkor rokkal vagyunk, és én azért csináltam egy tévét, hogy én válasszam ki, hogy kivel dolgozunk. Bízom benne, hogy ez a vállalkozása is jól fog sikerülni. Kedves nézőim, az elmúlt negyed órában Galambos Zoltánt láttak, a Körúti Színház tulajdonosát, aki nem úgy, mint egy állami tulajdonos, hanem mint egy masszek, ahogy régen mondták, egy nappal átéve kizsákmányolja magát és dolgozik, a 21. század lehetőségeit figyelembe véve, és így aztán önök is már, ha a 6. rész készül, akkor 6 már a dobozban van, és hetenként vagy havonta önök is megnézhetik, tájékozódjanak, mi hamarabb a képernyőre fog kerülni. Köszönöm, hogy megcsinálta ezt a remek műsort nekünk, és hogy nézőink is élvezhetik. Bízom benne, hamarosan, nem szabadtéren, hanem valamelyik színházban is viszont láthatjuk a gárdáját és a jó darabokat. Eddig tartott a Pirkadat reggeli politikai magazinműsorunk, a végére még egy kis kultúra is akadt. Ne felejtsék el, engem ma még este látnak, hiszen a Világ zsidó szemmel című műsorunkban visszatérünk. Ma még tulajdonképpen a Skype segítségével, de ígérem, jövő héten itt lesz mindenki, élőbe fognak egymás szabába vágni, úgy, mint régen, úgyhogy tök a Közel-Keleten érezhetik magukat. És most 9 óra van, tehát jön a mindentől független híradó. További jó tévézést, ne felejtsék el, mi azért vagyunk, ha önök egyedül vannak, és elfáradt a szemük az olvasásba, bekapcsolják a heti tévét, és mi itt vagyunk, válaszolunk, és a világot elhozzuk az otthonukba. Tartsanak velünk, jön a híradó.